Sziasztok, Peti vagyok. Ki a fasz lennék más ezen a csatornán, mindegy. Mai témánk az Anikó Show egy fasság. Egy újabb szennyfos, amivel az embereket hűítik annyi különbséggel, hogy ezúttal a műsorvezető sincs a helyzet magaslatán. Elődje a Mónika Show 2001-ben indult, ami arról volt híres, hogy összeszedtek sok-sok köpködésre hajlamos életképtelen idiótát, akiknek az volt az élet céljuk, hogy egymásnak eshessenek élőadásban. Persze voltak kivételek. Ez a retkes ótvaros RTL egy nagy lóvét ígérő szerződéssel csábította oda az anyagi problémákkal küzdő embereket, hogy aztán egy fittyinget se kapjanak. Ha pedig mégis kaptak, akkor se kell nagy pénzre gondolni. 10.000 forintért lejáratotta magát egy egész ország előtt. Ez kurvára megéri, nem? Aztán jött a Balázs Show, ami még úgy rendben volt, de egyértelműen szarrá volt játszva az egész. Például ha látja, hogy ül valaki a fal mögött, miért mesél arról, hogy megcsalt 50-szer a nőjét, amikor egyértelműen ül a másik oldalon? Shit! Aztán jött ez a fos. Az elődökben a műsorvezetők még úgy-úgy rendben kezelték a helyzeteket, mondtak okos dolgokat, viszont most... Szerintem Feri megcsal. Feri, hát igaz ez? Nem, dehogy is. Hát egy másik nő kezét fogja Anikó. Jó van, oldjátok meg valahogy. Anikó annyira illik ide, mint én egy Justin Bieber koncert kellős közepére. Anikó a való világból érkezett el hozzánk, benne volt az éjjel-nappal Budapestben, a színészi teljesítményéről meg nem vagyok hajlandó beszélni. Csak menne az idő az életemből. Meghallgat minden problémát, bólogat kettőt, közbe kérdez valami fasságot, aztán lehet a következő. Emberileg természetesen semmi bajom nincs vele, hisz nem is ismerem. De miért nem vagyunk tisztában a határainkkal? Miért kell olyat elvállalni, ami rohadtul nem illik hozzánk? Ez olyan, mintha Molnár Krisztián azt mondaná, hogy felcsap metál énekes nőre. Na jó, ez talán durva hasonlat volt. Aztán amúgy természetesen társadalmunk legaljáról szedik össze az embereket, valótlan problémákkal, valótlan élethelyzetekkel. Na most nekem ami különösen passza az agyam, hogy azt gondolták, hogy egy youtuber is onnan való. Holott aztán. Óven, tehát akkor te függő vagy? Nem vagyok függő, bazd meg, ez a munkám. Jó, tehát akkor lényegében függő. Értsd már meg, te szerencsecsomag, hogy nem függő vagyok, hanem ez a munkám, ebből élünk, és többen nézik egy videómat, mint ezt jó, a én szart. Ezt értem, tehát akkor függő vagy. Jó, Anikó, te meg a való világból, meg az éjjel-nappal Budapestből jöttél, most én mit mondjak róla? Olyan édes ez a kis függő, de a nézettségünk belőle van. Azért mindjárt hozzád baszom ezt a széket. Konkrétan leszólják magát a YouTube világot, függőnek állítják be a videóst, mégis ebből remélnek nézettséget. Baszki. Csak itt az a helyzet, kedves RTL és sok más fasságra hajlamos csatorna, hogy a televíziózás ma már szinte halott. Régebben, amikor még sok értelmes műsor volt adásban, örömmel ültünk a tévén és alig vártuk, hogy kezdődjön a Legyen is milliómos, vagy a Lost, vagy a Szökés. Ma meg ezeket felváltott a Pumperék, az Anikó Show és egyéb fasság, amire csak azok kíváncsiak, akik elfelejtették, mit jelent az, hogy igényes műsor. Ma már szinte csak azok néznek titeket, akiknek fingjuk nincs arra, hogy mi ez az internet. Aztán, hogyha YouTube videósokat akartok oda vonzani, azzal sem értek el semmit, mert ugyanolyan igénytelenségre használjátok fel őket, mint az Anikó Show vagy más egyéb fasságra. Így akik rendszeres nézők hamar rájönnek, hogy baszki, ez egy fasság, menjünk innen a gecibe. Javaslom, hogy hozzatok igényes műsorokat a csatornára, ami érdekli is az embereket, ne csak arról szól, hogy Aurélia hogyan pörgeti a retkes faszát, vagy hogy egy nagymellű plastikpicsa hogy szívja ki Pumpet pélóját. Vagy kinek, mert ez kibaszott gáz és igénytelen. Ennyire kurva nehéz lenne megerőltetni magatokat egy picit. Régi munkatársak elmentek nyugdíjba, vagy mi a faszom? Hol van a kreatív ember, aki oda basz az asztalra és mondja, hogy Józsi, nem, te egy fasz vagy, ezt nem adjuk adásba, mert ez egy igénytelen szarfos kúgy. Vágom én, hogy kell a lóvé meg a többi szarság, de ha csak a pénz, a motiváció, a televíziózás el fog jutni egy olyan pontra, amikor már senki sem nézi, mert egy darab szar az egész. A tévét okosan kéne használni, mert van benne jövő, de a nagyobb reklámcégek pártolnak át a YouTube-ra, mert ott már nagyobb a közönség és igényesebb a tartalom, mint a tévében. Molnár Krisztián live-jai többen nézik, mint a síkképernyőt a sarokban, és ha azt minőségibbnek gondolja az átlagember, mint ami megy a tévében, akkor már csak feltűhetne, hogy valami nem stimmel. Érdemes lenne ezen elgondolkodni. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, iratkozz fel és dobj egy lájkot, a metal legyen veletek, sziasztok!